A Kicsikosár egy virtuális tér, amely lehetőséget ad a Csiki-medencében élő kistermelők és tudatos fogyasztók találkozására. Ez utóbbiak heti, kétheti havi rendszerességgel igényelhetik a termelők éppen aktuális zöldségeit, gyümölcseit vagy más helyi termékeit. Mi az ötletgazdát, egy kistermelőt és egy vásárlót kerestünk meg, hogy meséljenek bővebben a projektről. A Kicsikosár projekt egy ilyen szerelemprojekt, úgymond, és a tudatos fogyasztást hivatott szolgálni elsősorban, és a helyi termelőket is eléggé tudja segíteni azáltal, hogy helyi, természetes és friss alapanyagokat vásárolnak a városban lakók, nem pedig hipermarketekből szerzik be a zöldségeket, és hát igazából ez volt az indítatása, hogy a tudatos fogyasztást egy kicsit szorgalmazza. 13-14 kistermelőnk van, ebből nem mindenki van fent már az oldalon, mert nagyon sokan úgymond kifutottak, tehát lefették őket rendelésekkel. Ők már május óta minden héten folyamatosan szállítják be ugyanazoknak a megrendelőknek a kosarakat, a többiek pedig megtalálhatóak az oldalon, a profiuk alatt lehet rendelni. Hát azt szeretném, hogy minden kosár elfogyjon. Ez lenne az elsődleges most így, hogyha egy kis univerzumban nézzük. A hosszantartó cél az lenne, hogy fenntartható legyen, tehát hogy jövőre is megmaradjon, utána való évre is, és hogy minél több termelő bekapcsolódjon, minél több megrendelünk legyen. Potyó Judit már az elején csatlakozott a Kicsikosár kezdeményezéshez. Ő eddig zöldséges kosarat szállított, most sajtokat, joghurtokat készít. Mindig az aktuális termés van kínálaton. Azért csatlakoztam a Kicsikosár mozgalomhoz, már tetszett a kezdeményezés. Egyrészt azért, mert lehetőségük van a falu belé, mondjuk anyukáknak, meg aki nem ér a 8 órás munkaidőbe dolgozni. Van kert, kicsi plusz, és plusz pénz a háztartásba. A kistermelők előállítják a kosár tartalmát, regisztrálnak a Kicsi Kosár projektbe, minden héten e-mailt kapnak az újabb megrendelésekről, és ők maguk szállítják házhoz a kosár tartalmát. Én 40 lejes Kicsi Kosárról vagyok beregisztrálva, tehát megnézzük, hogy mennyi piacon az áras, azt szerint próbáltam összerakni éppen ami volt abból azt az értékű kosarat. Hát én minden fél évvel próbálkoztam, még a gumós köménnyel is. Hát kisebb sikerrel ott van a mekkorára felnőtt, már csak magnak lesz jó, nem lett egy gumós, de vannak, hát mi helyileg is megterem a zöldségek, káposzta, krumpli kivételével úgy minden. Tavasszal saláta, rukkola, spenót, mangold, retek, konyári zöldségek van, káposztánk, paradicsom, póré, hagyma, mindenféle. Semmiféle vegyszert nem használunk, kacsákot csiga ellen, akkor hát próbálkoztunk azért ilyen áztatékokkal, bogarak ellen. Judit is arra törekszik, hogy a család számára mindent megtermeljen, előállítson, ha pedig vásárol, akkor figyel arra, hogy az helyi termelőtől legyen. Fontos számára, hogy minél kisebb legyen az ökológiai lábnyoma. Amit termelünk, bió legyen, és amit megveszünk, az helyi termelőktől legyen. Lassan lejár a Csiki-medencében megtermelhető zöldségek idénye, így Judit kosarába mostantól már sajtok és joghurtok kerülnek. Sajtjainkat tehéntájból készítjük, többféle sajtot készítünk, friss sajtokból, ilyen ízesítetteket, roládokat, többféle fűszerrel, tökmaggal, dióval, fokhagymával, borssal, és erős pistás csipőst is, aki bírja annak. Plusz van parenyica sajtunk, füstölt fonat, amit most nem tudok megmutatni, és érlelünk is néha. Készítünk joghurtot, és a faluba egy nap szállítunk friss tejet is. Üvegek úgy a tejesnél, mint a joghurtosnál visszaválthatóak, tehát kérjük vissza, és újra töltjük. Elkészült a kiszállításra váró kicsi kosár, amit most el is vihetünk a megrendelőknek.
Szia! Köszönöm a magukat. Köszi szépen. Gyere, cseréljük át, hogy hogy legyen? Cseréljük meg. Nem. Köszi szépen. Nagyon buszta. Nagyon szeretem a termékeidet. Azt hiszem szerencsésnek is mondhatom magam ezzel, hogy a Kicsi Kosárházhoz jön. Egyrészt azért, hogy a faluban van egy ilyen jó kezdeményezés. Másrészt, hogy nem kell elmenjek is, meg vásároljon valóban multinál. Köszi, Jutka, még egyszer. Sziasztok! Szerintem egy nagyszerű lehetőség, és éljünk ezzel, hogy házhoz jön a Kicsi Kosár. Köszönöm figyelmüket, találkozunk jövő héten, addig is minden jót, viszontlátásra!